Jelentős számú vizsgálat. Évente több mint 400 közérdekű bejelentés érkezik a NAV-hoz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Legtöbbször haragosukat vagy szomszédjukat jelentik fel az emberek. Gyakorlatorientált oktatás. A mérnökképzési területen indítja el először a duális képzést a Nyíregyházi Egyetem. Idén február 15-ig adhatják le jelentkezéseiket a leendő hallgatók. Térfigyelő rendszer. 14 kamerát telepítettek nyírteleken a fontosabb intézményeknél és a forgalmasabb közutak mentén a közbiztonság növelése érdekében. Évente több mint 400 közérdekű bejelentés érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből legtöbbször haragosukat vagy szomszédjukat jelentik fel az emberek a hatóságnál. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Minden közérdekű bejelentést kivizsgál a NAV, azonban ezeknek csak kevesebb, mint a fele bizonyul megalapozottnak. A közérdekű bejelentéseknek köszönhetően térségünkben is jelentős számú vizsgálat indult az elmúlt években. A bejelentőket általában a fekete gazdaság visszaszorításának szándéka vezeti, irritálja őket a jövedelemeltitkolás és a tisztességtelenül működő vállalkozók meggazdagodása. Az elmúlt két évben országos szinten mintegy 16 milliárd forint adókülönbözetre derült fény a közérdekű bejelentéseknek köszönhetően, adta hírül a napokban a magyaridők.hu. A NAV Észak-Alföldi Regionális Adófőigazgatóságának sajtóreferense kérdésünkre elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is minden nap érkezik legalább egy bejelentés. A tavalyi évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 400 közérdekű bejelentés érkezett be, akár személyesen, akár telefonos bejelentés formájában. A bejelentők általában vagy a haragosukat, vagy a szomszédjukat próbálják meg bemúszerolni. Ez azt jelenti, hogy ezek a bejelentések nem mindig megalapozottak. Nagyon gyakran találkozunk olyan bejelentésekkel, amikor visszatérő bejelentő újra és újra megpróbálja levenni az adóhatóságot arra, hogy vizsgálja meg a bejelentett szemét, mert szerinte valami van a háttérben. Az adóhatóság egyébként a közérdekű bejelentéseket úgy kezeli, hogy egy kockázatelemzési osztályhoz kerül ez a bejelentés. Ott vizsgáljuk meg a nálunk lévő adatok alapján, hogy valóban megalapozottnak minősíthető ez a bejelentés. Gondolok itt arra, hogyha valakit például egyéni vállalkozóként jelentenek be, hogy biztos, hogy nincs vállalkozó igazolvány, azt az adóhatóság azonnal le tudja ellenőrizni. A megalapozott és a megalapozatlan bejelentéseket is egyformán kezeli az adóhatóság, és minden egyes közérdekű bejelentést megvizsgálnak abban az esetben is, ha a bejelentő személy adja a nevét a bejelentéshez, és abban az esetben is, ha anonim kíván maradni. A bejelentések körülbelül 40%-a megalapozott, ez azt jelenti, hogy 10-ből 4 esetben találjuk megfelelőnek a bejelentéseket, tehát azokban az esetekben az adóhatóság valamilyen hiányosságot és hibát fel is tár az adózónál. A bejelentett személlyel kapcsolatos adatokat a NAV titkosan kezeli. A bejelentő nem értesül a későbbiekben arról, hogy a hatóság kezdeményezette eljárást a bejelentettel szemben, illetve hogy az milyen eredménnyel zárult le, hiszen ez adótitoknak minősül, tette hozzá Magyar Norbert. A mérnök képzési területen indítja el először a duális képzést a Nyíregyházi Egyetem, tájékoztatott az intézmény nyílt napján a rektor. Onder Csaba kiemelte, szeptembertől 4 alapképzési szakon érhető majd el a gyakorlatorientált oktatás. A 2016-os felvételi eljárás egyik legfontosabb dátuma február 15-e, eddig adhatják le jelentkezéseiket a leendő hallgatók. A nyílt nap idei szlogenje Egyetem lettünk. A rendezvényen az iskola valamennyi intézete bemutatkozott, a standoknál több ezer felvételi előtt álló fiatal állt meg. Kemecséről jöttem, és az igazság az, hogy szeretnék itt tanulni, mert ide járok szakközépre, és érdekel az informatika egyéb szakai. A nyílt nap megnyitóján a rektor kiemelte, felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzések is elérhetőek a Nyíregyházi Egyetemen, de az egyik legfontosabb az osztatlan tanárképzés. Ezek mellett újdonság is elérhető az intézményben. Ami igazi újdonság a mérnökképzési területen az úgynevezett duális képzési forma. Itt ez alapképzés, tehát 3 éves képzés. Ugyanakkor nagyon komoly gyakorlati ismeretekre tesznek szert azok a hallgatók, akik ide nyernek felvételt. Ez vadonatúj, ez most indul. Én nagy reményeket fűzök hozzá, hiszen gyakorlati ismereteket ad, munkát ad, jövőt adhat a hallgatóknak.
Ebből van négy képzésünk pillanatnyilag. A tájékoztató előadások mellett intézeti és tanszéki bemutatókat is tartottak az érdeklődőknek. A Nyíregyházi Ötvös gyakorlóiskolából jöttem. Az agrármérnök ilyen környezetvédelmi dolgok érdekelnek, igazából élelmiszermérnök, de más dolgok iránt is nyitott vagyok. Így, hát, érdeklődöm inkább. A 2016-os felvételi eljárás egyik legfontosabb dátuma február 15-e, eddig adhatják le jelentkezéseiket a leendő hallgatók. 14 kamerából álló térfigyelő rendszert építettek ki Nyírteleken. A város önkormányzata a belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton nyert 7,3 millió forintot a térfigyelő kamerák telepítésére, amelyet a város központjában, a fontosabb intézményeknél és a forgalmasabb közutak mentén helyeztek el a közbiztonság növelése érdekében. A kamerák képeit rádiós internethálózaton továbbítjuk a központba, hátjátszási pontokon keresztül. A Nyírteleken telepített kamerahálózat a legmodernebb forgalomban lévő vezeték nélküli rendszer. A 3 megapixeles Full HD felbontású kamerák a nap 24 órájában figyelik a környező utcák forgalmát, és még a legsötétebb éjszakákon is legalább 60 méter látótávolságot biztosítanak a rendőrség számára, hangzott el a nyírteleki térfigyelő kamerarendszer átadó és bemutató rendezvényén. A belügyminisztérium által nyertünk pályázaton 7,3 millió forintot, amelynek segítségével sikerült önerő nélkül kiépítenünk 14 térfigyelő kamerát, amely a település bevezető útjait, közintézményeit, forgalmasabb területeit, illetve bűnügyileg veszélyeztetettebb területeket figyel meg, illetve figyel az iskolákra, a játszóterekre és minden olyan területre, amely a nyírtelekiek számára fontos és fontos lehet. A térfigyelő hálózat jelenleg 14 kamerából áll, ami a jövőben akár 36 megfigyelési pontra is bővíthető. A rendszert úgy alakították ki, hogy a keresett időpont eseményeit mindössze néhány kattintással egy adathordozóra lehet menteni, amit aztán a rendőrség munkatársai felhasználhatnak a szükséges nyomozáshoz, mondta Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője. Térfigyelő kamerarendszer nagyon hasznos, hiszen egyrészt visszatartó ereje van, tehát látják azok, akiknek bűnös gondolatok járnak a fejükben, és talán megfontoltabban arrébb pályáznak, és nem követik el a bűncselekményt. A másik pedig, hogy a felvételeket azonnal a rendőrség kézbe kaphatja, forró nyomon el tud indulni, és be tudja azonosítani az elkövetőt. Én azt gondolom, hogy itt Nyírtelken, amely egy 7000-es kisváros, itt Nyíregyháza szomszédságában, egy jelentős erőlelépés a közbiztonság területén ez a térfigyelő kamerarendszer. A kamerák képeit az adatkezelési szabályoknak megfelelően csak a rendőrség használhatja, a zárt láncú rendszert pedig egy elkülönített zárt szobában érhetik el a rendőrség munkatársai. Mindenki támogat az MSZP megyei szervezete, aki egyetért azzal a nyílt levéllel, amelyet a Miskolci Herman Ottó gimnázium nevelőtestülete írt, és juttatott el a Klebersberg intézményfenntartó központhoz, közölte a párt megyei elnöke. Veres János hozzátette, tudomása szerint már több nyíregyházi intézmény is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyben az oktatás politikai átszervezések újra gondolását szeretnék elérni. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, kormánytól függetlenül évek óta ezek a kéréseik a pedagógusoknak, mint ami a magyar közoktatásról szóló levélben is megjelent. A politikus szerint ez nem csak a pedagógusok, hanem a nemzet érdeke is. Hogy aztán ehhez ki az, aki csatlakozik, az mindig szabályos vitában, kinek-kinek a mérlegelés alapján eldőlt, hogy személyesen egyetértek-e vele, vagy nem. Csatlakozok-e hozzá, vagy sem. Vállalom ezt a nyilvánosságban, vagy sem. Ugye a hírek szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több intézmény, talán három nyíregyházi. Azért mondom, hogy talán három, a megerősítésre ez nem került, talán három nyíregyházi intézmény intézményileg is csatlakozott, és pedagógusok személyesen is sokan csatlakoztak ehhez a felhíváshoz. Csökkenti bruttó 5 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 7 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára 312-313 forintra, a gázolajé pedig 298-299 forintra mérséklődik, írja az MTI. Legutóbb pénteken változtak az árak, akkor a benzin átlagára bruttó 5 forinttal, a gázolajé bruttó 4 forinttal csökkent.
A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Az autósok 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között, olvasható a távirati iroda beszámolójában. Egyre több meghibásodást és minőségi kifogást jeleznek a magyar fogyasztók a külföldről rendelt karácsonyi ajándékokkal kapcsolatban. A témáról a folytatásban előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Heti 4 edzéssel készül a bajnokság tavaszi folytatására a Baktalórendházi futballcsapat, amely 7 felkészülési mérkőzésen lép majd pályára. Az Illés László által irányított együttes a vártnál szerényebb őszi szereplést követően mindenképpen szeretne a jelenlegi 12. helynél előrébb lépni a tabellán. Nem jutott az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos döntőjébe a Nyíregyházi Kródi gimnázium csapata. A Kovács Tibor által irányított együttes egy vereséggel és egy győzelemmel zárta a debreceni elődöntőt, ahonnan a házigazda Tóth Árpád gimnázium jutott a veszprémi fináléba. Egyre több meghibásodást és minőségi kifogást jeleznek a magyar fogyasztók a külföldről rendelt karácsonyi ajándékokkal kapcsolatban, tájékoztatotta az Európai Fogyasztói Központ főosztály vezető igazgatója. Kriss Attila kiemelte, az elmúlt években egyre gyakoribb, hogy webáruházból külföldről vásárolnak az emberek, azonban nehézségek adódhatnak a külföldi cégekkel szembeni ügyintézésnél, reklamációnál, már ha a termék egyáltalán megérkezik. Az eredetileg karácsonyi ajándéknak szánt termék a vételár kifizetése ellenére mostanáig sem érkezett meg, vagy a külföldön vásárolt műszaki cikkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merült fel. Ezek a leggyakoribb problémák az ünnepek után januárban, tájékoztatta televíziónkat az Európai Fogyasztói Központ főosztályvezető igazgatója. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központhoz nagyon sok olyan határon átnyúló fogyasztói panasz érkezik, amely a külföldi üzletből vagy külföldi webáruházból történő vásárlások esetén jelentenek be problémát. Ilyen például, hogyha nem érkezik meg például a karácsonyi időszakban a karácsony ajándékként vásárolt termék, vagy megérkezik ugyan, de hibásan érkezik meg, nem érkezik magyar nyelvű használati kezelési útmutató a termékhez, nincsen mondjuk az okostelefonon magyar nyelvű menü. A főosztályvezető igazgató hozzátette, a fogyasztóknak fontos tudniuk az úgynevezett elállás lehetőségéről. Az internetes vásárlásoknál, illetve emellett még az üzleten kívüli szerződéseknél illeti meg a fogyasztókat az úgynevezett indokolás nélküli elállásjog. Ez azt jelenti, hogy meggondolhatja magát a vásárló a szerződéskötés után, és visszaléphet a megállapodástól. Ez 14 napon belül gyakorolható jelenleg, amely határidő egyébként a termék átvételétől számít, illetve ha valamilyen szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötöttünk, akkor a szerződéskötéstől számít. Amennyiben nem tudjuk rendezni határon átnyúló fogyasztói panaszunkat, javasolt a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ ingyenes, szakmai és jogi segítségét kérni. Akkor lehet a központhoz fordulni, amikor az érintett vállalkozásnak nem Magyarországon, hanem valamely uniós tagállamban, valamint Izlandon vagy Norvégiában van a székhelye. Heti 4 edzéssel készül a bajnokság tavaszi folytatására a Baktalórendházi futballcsapat, amely 7 felkészülési mérkőzésen lép majd pályára. Az Illés László által irányított együttes a vártnál szerényebb őszi szereplést követően mindenképpen szeretne a jelenlegi 12. helynél előrébb lépni a tabellán. A hagyományokhoz híven az új évben először a Kelet-Magyarország Eiszman teremtornán léptek pályára baktai futballisták, akik az elmúlt héten 3 ráhangoló edzéssel kezdték el a felkészülést. Ezen a héten már 4 alkalommal vezényel foglalkozást a játékosoknak Illés László, aki 3-szor a kisméretű műfüves pályán, 1-szer pedig a tűzoltó pályán dolgoztatja meg a focistákat. A játékos keretben minimális változás várható a téli szünetben. A felnőtt keret az 18 tagú, távozó a Balogh Zsolt, az új játékosok az
érkezők közül pedig a Ráti Gergő és a Murgu Csaba, akik a felnőkerethez érkeztek, illetve több ifista srác is itt gyakorol. Hozzátartozik, hogy az ifi csapatunk az egész jó szerepelt az őszi szezonban. Közülük a Bökönyi Levente, a Berki Gergő és a Murgu Norbert, illetve a Bodnár Gábor a felnőkerette gyakorolnak. Közülük most per pillanat csak egy gyerek van itt, mert ők hétvégén tornán vettek részt és pihenőt kaptak. Illés László szerint a Baktoló Rendháza bárki ellen győzelmi eséllyel lépett pályára a megyei első osztályban. Bár a bajnoki rajt előtt kitűzött céltól messze került a csapat, a tavaszi szezon több szempontból is fontos lesz a klub számára. A bajnokság elején, amikor elkiindultunk, akkor az első öt hely megszerzése volt a célunk. Hát az igazság, hogy ettől már messze kerültünk. Tehát úgymond most kimondott célunk azzal kapcsolatosan nincs, hogy hanyadik helyen szeretnénk szerepelni a végén, természetesen minél előrébb. A következő meccsre koncentrálunk, eredményességet illetően, illetve az a célunk, hogy a következő bajnokságra már most a tavasszal kezdjük összerakni egy olyan csapatnak a gerincét, amire majd lehet leszépíteni majd az ősz folyamán, ugyanis azért a keretünkből az kiderül, hogy sok a hát, véleményem szerint kb. 4-5 olyan játékos van, aki az elkövetkező 1-2 éven belül valószínűleg abba hagyja az ilyen szintű labdarúgást, és most már szép lassan el kell kezdeni azon dolgozni, hogy egy új csapatot építsünk fel. A Baktoló Rendház a január 30-án a Nyírmad ellen játssza első felkészülési meccsét. A csapat pályára lép még a Nagyecsed és a Tuzsér ellen, valamint az MLS megyei igazgatóság által szervezett nyírbátori műfüves tornán is vár 4 meccs Illés László tanítványaira. Nem jutott az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Kródi gimnázium csapata. A Kovács Tibor által irányított együttes egy vereséggel és egy győzelemmel zárta a debreceni elődöntőt, ahonnan a házigazda Tóth Árpád gimnázium jutott a veszprémi fináléba. 4 csapat részvételével rendezték meg Debrecenben az 5.-6. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos elődöntőjét. A mezőnyben ott volt a nyíregyházi Kródi gimnázium csapata is, amely a házigazda Tóth Árpád gimnázium együttesétől 73-43-as vereséget szenvedett, így a békési Szegedi Kis István gimnázium elleni 78-53-as siker csak a szépségtapaszt, illetve a harmadik helyet jelentette Kovács Tibor tanítványai számára. Mi a Debrecennel kerültünk rögtön össze az első fordulóban. Azt tudtuk, hogy a Debrecen általában középiskolás szinten is egész pályás letámadást alkalmaz, egész pályán hajtják a védekezésben az ellenfelet. Erre készültünk is, de sajnos ott a pályán ez nem jött össze. Több eladott labdánk volt, támadásban nem tudtunk megfelelő ritmusban játszani, akadozott a gépezet, nagyon sok helyzetet kihagytunk. Ez pedig kihasználta az ellenfél, és már az első negyedben 20 pontos előnyre tett szert, és hiába játszottunk utána 3 negyeden keresztül egyenlő helyzetet, ez az első negyed eldöntötte a mérkőzést. Bár ezúttal nem jutottak az országos döntőbe a krudisok, a legutóbbi 3 végjátékban ott voltak Kovács Tibor tanítványai, akik tavaly a franciaországi középiskolás világbajnokságon is képviselhették a magyar színeket. Azt gondolom, és talán nem túlzok ezzel, hogy nagyon sok munka volt ebben az eredményben. Az előző 3 évben országos döntőbe jutottunk ezzel a csapattal, részt vettünk a franciaországi világbajnokságon. Most sajnos ez dobta a gép, nagyon csúnyán fogalmaztam. Egy mérkőzésen eldőlt a továbbjutás, de én azt gondolom nem tehetek szemrehányást senkinek, mert a lehető legtöbbet próbálta adni. Sajnos sérülések is közben jöttek a mérkőzés előtt, nem tudtunk teljes csapattal kiállni, de mindig az a legjobb csapat, aki adott szituációban szerepel. Meg kell hajolnunk most a győztes csapat előtt, és sok sikert kívánunk nekik az országos döntőben. Az országos döntőnek január 22-e és 24-e között Veszprém ad majd otthont. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Évente több mint 400 közérdekű bejelentés érkezik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből. Legtöbbször haragosukat vagy szomszédjukat jelentik fel az emberek a hatóságnál. Minden közérdekű bejelentést kivizsgál a NAV, azonban ezeknek csak kevesebb, mint a fele bizonyul megalapozottnak. A közérdekű bejelentéseknek köszönhetően térségünkben is jelentős számú vizsgálat indult az elmúlt években. A mérnökképzési területen indítja el először a duális képzést a Nyíregyházi Egyetem, tájékoztatott az intézmény nyílt napján a rektor. Ander Csaba kiemelte, szeptembertől 4 alapképzési szakon érhető majd el a gyakorlatorientált oktatás.
A 2016-os felvételi eljárás egyik legfontosabb dátuma február 15-e. Eddig adhatják le jelentkezéseiket a leendő hallgatók. 14 kamerából álló térfigyelő rendszert építettek ki Nyírteleken. A város önkormányzata a belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton nyert 7,3 millió forintot a térfigyelő kamerák telepítésére, amelyeket a város központjában, a fontosabb intézményeknél és a forgalmasabb közutak mentén helyeztek el a közbiztonság növelése érdekében. A Külcsei Televízió híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a hideg téli idő. Szerdán a nap második felében egy gyengülő frontrendszer felhőzete éri el térségünket, melynek hideg frontja csütörtökre már át is vonul felettünk. Éjjel változóan felhős idő várható, hószálingózás előfordulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A délies szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan felhős idő várható, majd nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem valószínű. A délies szél mérsékelt marad, délutánra mínusz 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap eleinte gyenge meleg, majd estétől gyenge hidegfronti hatás várható, a hét végéig folytatódik a hideg idő, csütörtökön és pénteken sok napsütéssel, a hétvégén változó felhőzettel, ekkor akár kisebb havazás is lehet. Számottevő enyhülésre csak a jövő héten van kilátás.